Népszerű a duális képzés. A miskolci anyagmérnök hallgatók fele már így tanul. Szemléletformálás, ismeretterjesztés, játékos feladatok, így ünnepelték a földnapját Miskolcon. Enni adok, enni kapok, továbbra is segíti a rászorulókat az élelmiszerláda. Tizennyolc óra van április 20-án, pénteken, ez a Miskolc. Ma jó estét kívánok, kezdünk, mondom a részleteket. A Miskolci Egyetem anyagmérnöki karán a tanulók fele már duális képzés szerint tanul. 16 cég képviselete érkezett a Miskolci Egyetemre. Az anyagmérnök duális workshop negyedik alkalommal hozta össze a lendő egyetemistákat az egyetem partner cégeivel. Egyre népszerűbb tehát a duális képzés, ahogy mondtam, a fiatalok körében sokan már ezt választják. A duális képzés nem csak azért népszerű, mert fizetést kapnak a diákok, hanem azért is, mert olyan tapasztalatokra tehetnek szert, ami friss diplomásként előny egy munkahelyen. Az anyagtudományi kar hallgatóinak majdnem fele tanul így. Elsősorban azért, mert fizetést is kapunk érte, és gyakorlatilag tanulni kell, tehát minden nagyon jól be van osztva. A szorgalmi időszak alatt ugye nyugodtan készülhetek a vizsgára, és hogyha a vizsgaidőszakban már túl vagyok mindenen, akkor ugyanúgy visszamehetek a céghez, tehát nagyon rugalmasak. A duális képzés nem csak a hallgatóknak jelent hatalmas előnyt, de a cégeknek is, hiszen a diploma mellé szakmai tapasztalatokat is szerez, mire végez. A céges oldalról is nagyon érdemes ebbe a képzésbe beszállni, hiszen, ahogy említettem, a hallgatóink egyharmada ebben a formában tanul, közel fele. A legjobb diákok azok így már céghez kötődnek. Tehát amelyik cég nem vesz részt ebben a képzésben, ő neki már egy valamilyen szinten válogatott csapatból kell majd saját magának munkaerőt találni. A duális képzés az egyetem többi karán is népszerű. A műszaki anyagtudományi kar mellett a műszaki földtudományi és a gépészmérnöki és informatikai kar hallgatóinak nagy többsége választja a duális képzést. A magyar kormány eddig már csaknem 100 millió forinttal támogatta a 2024-es európai egyetemi játékok megrendezését, amelyre Miskolcon és Debrecenben kerül sor, jelentette be Kósa Lajos a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség csütörtöki közgyűlésén. A pályázati bizottság elnöke elmondta, a kormány a pályázati licenszdíjra több mint 77, a pályázati feladatokra pedig 18 millió forint támogatást határozott meg. Április 22-e a földnapja. A Vörösmarty város részben viszont már ma természetvédelmi előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, barlanggáz felszerelések bemutatójával és kitűzők készítésével várták az iskolákat. Magyarországon egyébként 1990 óta ünneplik a földnapját olyan programokkal, amelyek a természet megóvására hívják fel a figyelmet. Ilyen jó kis ugye, kampós csőrű, hegyes szárnyú madára kell gondolni. A vándorsólyom az év madara. A világon mindenütt az erő, az ügyesség, a rátermettség szimbóluma. A Vörösmarty város részben megrendezett földnapi programon a diákok sok érdekességet megtudhattak a ragadozó madárról. Mindig olyan gombákból szoktunk valami készíteni, amikor nagyon sok van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ilyenkor akár savanyúságot is lehet belőle készíteni. A gomba felhasználási módjai mellett a mérgező fajtákkal is megismerkedhettek a gyerekek. A természetet óvni kell, ezt már az alsó tagozatosok is tudják. A föld a bolygó, amin élünk, csak egy van belőle, vigyázni kell rá, tisztelni, és óvni kell, hogy még sokáig fenntartható legyen több évszázadon át. Számomra a föld az életet jelenti, és azt, hogy a föld 71%-a víz, és erre nagyon vigyázni kell, mert egyszer el fog fogyni. A Célpont közösségi tér 3 éve rendezi meg a földnapjához kapcsolódó programokat a Vörösmarty város részben. A bemutatókra olyan szervezeteket hívtak meg, akik a Bükki Nemzeti Parkban és Miskolc környékén képviselik a környezetvédelmet. Itt vannak a Miskolci Gombász Egyesület, a Barlangász Egyesület, a Büki vízkészlet fenntarthatóságért közalapítványtól, a Madártani Egyesülettől,
és az Ökológiai Intézettől is. Kértük őket, hogy minél szemléletesebb és gondolatébresztő játékos feladatokkal készüljenek a gyerekekkel, hogy mivel azt gondoljuk, hogy ők leginkább a fogékony korosztály. A diákok megtudhatták azt is, hogy ha nem teszünk a környezetszennyezés ellen, akkor 2050-re a tengerekbe több lesz a műanyag, mint a hal. És hát, hogyha ilyen különböző civil szervezetek erre felhívják a felnövekvő generációk, a diákok, és látjuk itt főleg gyerekek jönnek itt a környékbeli, vörösmarty városrészbeli iskolákból, akkor azzal úgy gondolom, hogy mi is sokat teszünk a földünk megóvása érdekében. Itt a vörösmarty városrészen is minden évben próbálunk nem csak virágokat, hanem újabb fákat is ültetni. Április 22-e a Föld napja. Ilyenkor minden a természet megóvásáról szól. Magyarországon 1990 óta ünneplik ezt a napot. Április Miskolc parkjaiban is a faültetés ideje. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan ültetnek facsemetéket a városban. Néhány nappal ezelőtt például a Malomszög utcában 10 darab díszkörte facsemetét ültettek el, most pedig a Jókai és a Kishunyad utcai lakótelepen összesen 30 darab fenyőfát helyeztek el. Ezeknek a története egyébként egészen karácsonyig nyúlik vissza. Az önkormányzat udvarán egy angyalkert nevű programot szerveztünk, ami arról szólt, hogy megkértük a miskolci civil szervezeteket, hogy 30 kis fenyőfát díszítsenek fel a saját egyesületüknek, vagy saját alapítványuknak a díszeivel, és helyezzenek el rajta üzenetet, hogy mit is üzennek ők, mint civilek Miskolcnak, vagy Miskolc lakosainak. Az volt ezeknek a kis fáknak az első küldetése, hogy decemberben szolgálták ezt a jó célt, és most pedig a második jó küldetésük következik, amikor városszerte ezeket a fákat elültetjük. Továbbra is várja tartós élelmiszerekkel a rászorulókat a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeténél lévő adományláda. A környékbeliek, egy miskolci szálloda és a hozzátartozó bisztró munkatársai évek óta rendszeresen tartós élelmiszerekkel töltik fel a ládát. Mostantól pedig egy másik cégcsoport is gondoskodik arról, hogy a láda soha ne legyen üres, és tartalma mindig segítsen annak, aki rászorul. 4 évvel ezelőtt Barkóczi István ötlete alapján indult útjára az Enni adok, enni kapok elnevezésű élelmiszerláda adomány akció, amelyhez a miskolci vállalkozó a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetében talált együttműködő partnerre. Azt forszíroztam mindig, hogy főleg a vendéglátóegységek és az olyan cégek, akiknél látható, hogy már hamarosan lejárnak a jótállás időszaka, azok hozzák ide bátran, és ne hagyják, hogy megromoljon, mert ezzel a rövid időszak alatt is emberek elfogyasztják ezeket. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete folyamatosan ellenőrzi a Győri kapu 123 szám alatt kihelyezett ládát. Ez azt jelenti, hogy kiemelt gondot fordítanak arra, hogy csak olyan élelmiszerek kerüljenek bele, amit fel tudnak használni a rászorulók. Mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ide tartós élelmiszerek kerüljenek, tehát ne a főleg a nyári időszakban ne otthon megmaradt esetleg olyan ételmaradék, ami ugyan még fogyasztható, de ugye itt a élelmiszerbiztonsági dolgokat azt figyelembe kell venni. Tehát elsősorban ide tartós élelmiszereket várunk, és azt a helyben lakók megszokták, van olyan, aki gyakran hoz, és hát olyan is van, aki visz belőle. Az adományok elhelyezését mostantól Hajdú László vállalta magára. Az expert társaságok tulajdonosa abban bízik, hogy nem lesz egyedül, hanem másokra is számít az Enni adok, enni kapok akcióban. Ebben a pillanatban helyeztük el az első indító csomagunkat, és ezt folyamatában fogjuk tölteni. Amit biztosan tudok, hogy innentől egy évre vállaltuk el ezt a feladatot. Remélem, hogy többen csatlakoznak hozzánk, akár cégek, akár barátok, akár ismeretlenek, akik csak meghallják ezt az akciót, vagy ezt a lehetőséget. Mi örülnénk neki. Hajdú László azt szeretné, ha minél többen csatlakoznának az akcióhoz, mert, mint mondta, minél többen tesznek a ládába, annál többen tudnak kivenni belőle. Jön egy újabb hosszú hétvége, méghozzá itt van május 1-e hamarosan, 1 hét múlva. Így szombaton ledolgozzuk majd az április 30-ai hétfői pihenőnapot. Így Miskolcon is változik a menetrend. Április 21-én, tehát holnap szombaton pénteki rendszerint közlekednek majd a buszok és a villamosok. Az MVK ZRT bérletpénztárai pedig ezen a napon a munkanapra érvényes nyitvatartás szerint, a közösségszolgálati iroda pedig reggel 8 és délután 1:30 között tart nyitva. A parkolási rend is változik, a Városgazda üzemeltetésében lévő felszíni parkolókban és a régi Posta utcai parkolóházban most szombaton munkanap szerint, tehát reggel 8 órától este 6 óráig kell fizetni a várakozásért.
Sorversenyért Peták, Petákért pedig Vásárfia. Idén is megrendezték az Avastetői óvodában a Lurkóvásárt. A gyerekek egy 20 éves hagyománnyal rendelkező programon keresztül kerülhettek közelebb a népi falusi világhoz, az avasi lakótelep közepén. Megéri, nem drága, három bukfent az ára. Debütáltak a kis kikiáltók, vásárlásra buzdították társaikat. A Lurkó vásáron kézműves termékeket lehetett beszerezni, de a pénznek ezúttal nem volt értéke, Petákért adták a vásárfiát. Jó, majd, hogyha összegyűjtetted. A gyerekeknek minden tetszett, de a petákokért meg is kellett dolgozni. Sorversenyeken bizonyíthatták ügyességüket a kicsik. A játékokban petákot lehetett nyerni, ezt költhették el a hagyományos vásáron. Nekem a kicsi fiam 4,5 éves, tehát középső csoportos, ő jár ide. Ez a második ilyen vásárunk, nagyon szívesen veszünk részt az ilyen közösségi programokon. Mi is készültünk ajándékokkal, amik a alapítványi sátorra megtalálhatók. Nagyon szeretjük a rendezvényt, és úgy látom, hogy a gyerekek is kedvelik, tehát mindenképpen dicséretére szól az óvodának, hogy ilyet megrendeznek. A vásár igazi falusi milliót teremtett az óvi udvarán, a szomszéd iskola kis néptáncosai pedig előadásukkal tovább fokozták a hangulatot. Az óvoda vezetésének a közösségépítés mellett lényeges szempont minden évben, hogy a gyerekek megismerjék a régi vásári hangulatot, a népi hagyományokat. Azért fontos, mert hogy a médiából és televízióból is tabletekről, tehát internetről, ez nagyon begyűrűzik már a 3-6 évesek közé is, és hogy ne csak az új dolgokkal, a modernekkel ismerkedjenek, hanem a magyar hagyományokkal. A szomszéd bölcsiből is érkeztek az óvodába, a gyerekek minden évben izgatottan várják a vásár idejét, az Avastetői óvodában már 20 éve rendezik meg évről évre a Lurkóvásárt. A szezon egyik legfontosabb mérkőzésére készül a DVTK labdarúgó csapata az élvonal 27. fordulójában a Puskás Akadémia ellen. A tabella 8. és 9. helyén álló együttesek egyaránt 30 ponttal rendelkeznek, így aki győz, lépés előnybe kerülhet a kiesés elkerüléséért vívott harcban. Nem panaszkodhatnak egymás társaságának hiányára az együttesek, hiszen a korábbi bajnokikat követően a Magyar Kupában is egymás ellen küzdöttek a csapatok, és szombaton jön a szezon utolsó egymás elleni találkozója. Bár ellenkező utat jártak beddig a bajnokságban a csapatok, de a legfontosabb mérkőzéseiket egyaránt 30-30 pontról indíthatják az érintettek. A bajnokit megelőző beharangozó tájékoztatón a pirosfehérek szakmai igazgatója elmondta, teljes elánnal készültek játékosai és önbizalommal várják a mezőkövesden esedékes találkozót. Amire készülve Bódog Tamás megtekintette a helyszínen a Puskás Akadémia hétközi győztes Magyar Kupa találkozóját és elmondta benyomásait. Egyénileg jó játékosok alkotják a csapatot, az egyértelmű. Na most volt olyan, amit kifejezetten néztünk, vagy figyeltem, hogy történnek az események, de ezt most nem osztom meg. Reméljük, a jó napot kifogó DVTK pont azoknak az edzői húzásoknak, meglátásoknak köszönhetően nyeri majd meg a fontos bajnokit, amit a már említett látogatás során fedezett fel Bódog Tamás. A pirosfehéreknél Dejan Karan letöltötte eltiltását, Dusan Brikovic viszont sérülése miatt nem léphet pályára. A DVTK utolsó idegenben játszott hazai mérkőzése a Puskás Akadémia elleni bajnoki szombaton 17 órakor kezdődik a Mezőkövesdi stadionban. Népszerű a duális képzés, a miskolci anyagmérnök hallgatók fele már így tanul. Szemléletformálás, ismeretterjesztés, játékos feladatok, így ünnepelték a földnapját Miskolcon. Enni adok, enni kapok, továbbra is segíti a rászorulókat az élelmiszerláda. Ez volt a Miskolc ma, április 20-án pénteken, este 6-kor, híradóval legközelebb hétfőn este várjuk Önöket a szokott időben, tehát este 6 órakor. Addig is a minap.hu online hírportálon elolvashatják a friss híreket és információkat, itt természetesen riportjainkat is megtalálják és újra nézhetik.
Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Továbbra is marad a napos, kora nyárias idő. Részleteket mindjárt megtudhatnak az időjárás jelentésben. Hamarosan kezdődik a programajánlónk, utána pedig az egészségpercek. Holnap a krónikával, a hét eseményének összefoglalójában várjuk Önöket este 6 órakor. Én a híradót készítő kollégák nevében most megköszönöm figyelmüket, további szép estét, jó hétvégét, kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!